Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. március 29-én, szerdán este 7:30-tól. Április 1-én nyit a Miskei úti horgásztó, számos újítással várják a horgászni vágyókat. A pályázatok zöme megfelelt az előírásoknak, idei első kuratóriumi ülését tartotta a JETA. Újra kinyílnak a hajósi pincék, bor és gasztronómiai minifesztivált rendeznek a Pincefaluban. Új kerítés, horgászcikkekkel felszerelt pavilonok, kültéri bográsozóhely, rendezett tiszta környezet és sok ponty. Ezekkel várják a horgászat szerelmeseit az április 1-én újra megnyíló horgásztavon. Gyönyörűen fodrozódik a víz felszíne, a kacsák is jókedvűen úszkálnak a tóban, és békésen pihen a mentőcsónak is. Szemmel látható már a változás a Miskei úti záportározó környékén, ahol ott jártunkkor is nagy volt a sürgés forgás. Beregtek a fűnyírók és szépült a környezet, hiszen hamarosan horgásztóként fog újra megnyílni a tó a kalocsai horgászok nagy örömére. Április 1-től megnyitjuk a kalocsai horgásztavat. Az elmúlt két hétben tesztforgászatokat hajtottunk végre, váltottuk a halálományt, elkészítettük a kerítést, a biztonságot, a kamerát, az őrzésvédelmet, és igyekszünk minden biztonságot teremteni a tó környékén. Elhelyeztünk néhány pavilont, ahol ott hagyja valaki a horgász százas szükséges etetőanyagot, vagy kisebb horgászfelszereket, az megvásárolhatja, kávé, italautomatákat helyeztünk el, esőbálokat helyezünk el, WC-t helyeztünk el a tó partján, és folyamatosan kialakítjuk a grillezéshez, a sütéshez, a bográshozáshoz szükséges eszközöket. Szép, rendezett, természetközeli és családias környezetet szeretnének biztosítani minden horgászat kedvelő számára. Fontosnak tartják a tisztaságot és a rendet, így a tó egész területén tilos a dohányzás és a szemetelés elkerülésére is odafigyelnek. Szeretnék, hogyha kicsit nagyobb tisztaságot tudnánk elérni, mint a cigarettázás, a szemetelés, a halkezelés szempontjából. Egy szabadidős parkot szeretnék, néhány állatot is szeretnék, állatsimogatást bevezetni, és szeretnék, hogy a családok jól érezik magukat a tópartján. De természetesen nem csak a környezet szépítésére helyeznek nagy hangsúlyt, a tavat is feltöltötték halakkal. A halakban nagy mennyiségben a ponty szerepel a tóban. A halak mérete az a másfél kilótól 8-9-10 kilós pontyok is elhelyezkednek a tóban. Szeretnék, hogyha a sporthorgászok élveznék a fogásokat, természetesen lehetőség van arra, hogy a kifogott halat meg lehet vásárolni napi áron és el lehet vinni a tópartjára. Április 1-től minden horgászni vágyó és kedvelő embert szeretettel várnak a Miskei útra. A jegyárakról és a bérletekről a helyszínen lehet majd érdeklődni. Idei évi első kuratóriumi ülését tartotta a JETA, azaz a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány, ahol közel 1 milliárdos keret sorsáról döntöttek. Az értekezleten kiderült, hogy Kalocsa 3 beadott pályázatából mind a 3-at elfogadták. A tegnapi nap folyamán zajlott a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány idei évi első ülése, ahol napirenden szerepelt többek közt az aktuális pályázati forduló eredmény hirdetése. A keret a 136 benyújtott igény közül 101 támogatását tette lehetővé. Ez a keret 980 millió 316 ezer forint volt. Az igényelt összes támogatás, amit ez a 136 pályázat lefed, az 1 milliárd 155 millió 770 ezer 867 forint volt. A hiánypótlások, tisztázó kérdések, visszalépések, be nem fogadások után ez elismert összeg ténylegesen 1 milliárd 66 millió 81 ezer 631 forint volt. A Fajsz által beadott kérelem az alapítvány szerint ellentmondásokat tartalmazott, így elutasításra került, illetve Szakmár pályázata költségcsökkentéssel kapott pozitív bírálatot. Kalocsa 3 beküldött igényéből mindhárom támogatást nyert. A legnagyobb a 30 milliós pályázat, amit sikerült elnyernünk, ehhez egyébként önerőt is kell hozzáraknunk. Ez a óvodának az energia felújítása, Bemapó utcai óvodának az energetikai felújítása, tehát ez 46 millió forint, ehhez kaptunk 30 millió forintot. Tehát 16 milliót a maga a testület hozzá kell tennie. A másik nagy pályázati tételünk volt az úszodának a teljes felújítási konstrukciójának a tervpályát, tehát a terveinek az elkészítése. Ez 5 millió forint értékű volt, ezt is megnyertük, és a harmadik pályázatunk 1 millió forint értékben a Paprika Napoknak a kommunikációs eszközeinek a pályázatára adtunk be 1 milliós forint pályázatot.
Egy település három pályázati ablakra adhatta be kérelmét, a legnagyobbra egy 30 milliós, a másodikra 5 milliós, illetve egy 1 milliós igényt. Dr. Bálint József polgármester beszélt a további tervekről is. Az óvodána biztos, hogy közbeszerzést kell meghirdetnünk, tehát közbeszerzési pályázat lebonyolítása, és utána mehet majd a kivitelezés, még a másik kettő az nem közbeszerzési köteles, tehát egyértelmű az, hogy az eszközöknél ott ajánlatkérés következik be, míg a tervnél ott is ugye minimum három tervezőintézetet meg kell keresnünk. Amint a Paks 2 bővítése megindul, és azok a fejlesztési lehetőségek, amiket leadtak, a későbbiekben megvalósulhatnak, amennyiben a kormányzat biztosítja a pénzeszközöket, úgy mindenféleképpen elkezdenek komolyabban foglalkozni az úszoda rekonstrukciójával. Újból kitárják Nagy Ódon fa ajtajaikat a hajósi pincék, hiszen április 8-án bor és gasztronómiai minifesztiválra várnak minden érdeklődőt a pincefaluba, ahol borból és jókedvből bizonyára nem lesz hiány. Mintegy 1200 apró préshez szegélyezi a hajósi pincefalu utcáit, melyek löszbe vájt boros pincéket rejtenek. Messzeföldön híres borai között olyan fajtákat találunk, mint a Cabernet Sauvignon, kékfrankos, kadarka és cserszegi fűszeres, melyet április 8-án akár a termelője is poharunkba tölthet, hiszen immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a hajósi pince nyitogató. Egy picit csalódottak a vendégek, amikor Orbán nap után igazából újra bezárnak a pincék, és bármikor erre járnak, csukott pinceajtókkal találkoznak, vagy csak egy-két emberkével a pincefaluban. Emiatt döntöttünk úgy, hogy szervezzünk egy évben 5-6 rendezvényt is, és így több szervezet, több alkalommal van lehetőség szervezett keretek között pincéket meglátogatni és hajósi borokat kóstolni. A tavaszi pincenyitogató fesztiválon közel 20 hajósi termelő nyitja ki pincéjét, hogy legfrissebb borai mellett érettebb, komolyabb tételeit is kóstolásra kínálja. A bortúrára szombaton déltől várják a kalandvágyó túrázókat. Nincsenek utcai események, itt inkább arról szól, hogy ott kóstoljuk a borokat, ahol azok elkészülnek. Közel 20 pince kinyitja az ajtajait, és egy belépőt megvásárolva mindenki kap egy boros poharat, egy kóstoló poharat, kóstolójegyeket, illetve egy térképet, amivel körbe lehet járni a pincefalunak az utcáit, és a pincékre kitűzött nyitott pincés zászlók segítségével szintén körbe lehet járni, és akkor be lehet menni a présházba. Szerepet kapnak továbbá a kulináris élvezetek is, hiszen csodás hazai ízekkel, házilag készült sajtokkal, mézes kalácssal, csokoládéval és a húsvéthoz közeledve ízesített tormákkal, füstölt kolbásszal és sonkával is készülnek a pince tulajdonosok, illetve jó kedvel és igazi hajósi vendégszeretettel. Kicsik a présházak, viszonylag kevés vendéget tudunk egyszerre befogadni, de azt tudom mondani, hogy egy-egy tavaszi pincenyitogató alkalmával megtelnek a présházak, és bőven van vendég. Tehát sokszor kapkodjuk a fejünket, hogy kinek üres éppen a pohara, és kinek szabad egy újabb pohár bort tölteni. A bortúra mellett egy játékos gasztrotesztel is készülnek a szervezők, ami minden borkedvelő próbára teheti az ízlelő bimbóit, illetve a szakértelmét is április 8-án a hajósi pincefaluban. A tavaszi szezonban immár második hete pakolták ki a Kalocsai Pargondozó Kft. Munkatársai a cég szebbnél szebb virágait. A kínálat minden igényt kielégít, és az ára is elfogadható, talán ennek is köszönhető, hogy nagy a kereslet a színes portéka iránt. Muskátlik sora és többfajta tavaszi virág pompázik a helyi piac bejáratánál. Ezeket a színes növényeket a Kalocsai Parkgondozó Kft. Munkatársai árulják. Múlt szerdán ugye volt az első napunk, és szombaton egy elég jó forgalmú, sikeres napot zárt a piaci árusításunk, és ma újra itt vagyunk. Most újdonság ugye, hogy a normál virágok mellett kihoztunk egy-két olyan asztalos ipari termékünket is, ami remélem, hogy majd sikert arat a kertes házakban élők, de akár a nem kertes házakban élők körében is, tehát igyekszünk ezeket is árusítani, és ami nagy öröm, hogy a muskátli mellett azért most már az egynyári növények is kezdtek megjelenni. A kínálat mellett a kedvező ár is csalogatja a vásárlókat a standhoz. Árban a vásárlók úgy kalkulálnak, hogy ugye a különböző fejlettségi szintű növények természetesen más áron kerülnek kihelyezésre. Az anyatövek, az úgynevezett anyatövek, ami már teljesen kifejlett muskátli, ezek 650 forintos áron vannak, a kisebbek azok 450 forintos áron, és hát nagyjából a szokott árainkat fogjuk tartani. Természetesen, ha bárkit érdekel a
virágkertészetünk által produkált virág, az megvásárolhatja az Érsekert utcában a cégünknél levő virágboltunkban, illetve hétfőtől megnyitjuk a temetői pavilonunkat is, tehát ott is lesz mód virágot vásárolni. Viszont a vásárlók a piacon június végéig találhatják meg a kalocsai cég portékáit. Nagyon sok virágunk van. Nagy szerencse, hogy ebbe a kemény télbe is a virágkertészetünkbe azért sikerült megoldanunk azt, hogy elpusztulásmentesen tudjuk nevelni a növényeinket. Nagyon sok virágot vetünk magról, tehát saját nevelésű virágaink vannak, és ez gyakorlatilag gördülékenyé teszi a készletünket, tehát az azonnal kész virágtól kezdve a most még néhány centis palántáig mindenünk megvan, tehát folyamatosan tudjuk biztosítani az ellátást. Szerda délelőtt a piac mellett a város is virágba borult, hiszen elkezdték kihelyezni például a muskátlikkal teli kosarakat a villanyoszlopokra. 2016-17-es tanév második felétől az oktatási intézmények számára kiadtak egy forma nyomtatványt, amelyen az iskolai tanulók szállítási szolgáltatásáról kell nyilatkozni. Óvodásként van először lehetősége szervezett kiránduláson részt vennie egy gyereknek, de ekkor még általában csak a környező településekre jut el. Aztán, ahogy iskolába kerül, évente van osztálykirándulás, vagy akár később erdei iskola, ahová elutazhat. Régen is kellett bizonyos dokumentumokat kitölteni. A kísérő tanárok utaslistát állítottak össze, az utaslista tartalmazta a tanulók nevét, a kísérő pedagógusok nevét, illetve törvényes képviselő elérhetőségét. Ezen kívül, ha osztálykirándulásra, illetve erdei iskolába utaztak gyerekeink, akkor programtervet is készítettek. A 2016-17-es tanév második fél évétől az oktatási intézmények számára kiadtak egy forma nyomtatványt, így mindenhol azonos utaslistát kell összeállítaniuk a szervező tanároknak. Ezen ugyanazok az adatok szerepelnek, mint korábban. Gyerekek neve, kísérő felnőttek neve, szervező tanárok neve, illetve a gyerekek szüleinek elérhetősége. Ezen kívül egy nyilatkozatot kell a diákok utaztatását szervező cégképviselőjének aláírnia, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az alkalmazott buszsofőr. Míg a kirándulásokat akár hónapokkal korábban is elkezdik szervezni az osztályfőnökök, ezeknek a dokumentumoknak a kiállítását az adott napig kell elvégezni. Ezek nélkül a gyerekek fel sem szállhatnak a buszra. A kalocsai Fényi Gyula általános iskolában már volt ilyen utazás. Igen, volt. Versenyre utaztak gyerekeink, illetve egy egynapos osztálykiránduláshoz készítettek a pedagógusok utaslistákat. A tanulmányi versenyekre, sportversenyekre a korábban szerződést kötő vállalkozó szállítja a diákokat. Az osztálykirándulásokra bárkivel köthető újabb megállapodás. Az első percektől fogva kézben tartva a mérkőzést nagy gólkülönbséggel győzte le hétvégén a KKC a Kalocsán vendégeskedő Dunaújváros csapatát. Köszönhetően a sikernek már csak két győzelemre van az együttes a bajnoki cím megnyerésétől. A KKC számára kulcsfontosságú volt a március 18-i Hőgyész elleni idegenbeli találkozó, hiszen Kolicsi János még korábban elmondta tévénknek, hogy amennyiben a Kalocsa sikerrel veszi a hőgyészi akadályt, akkor nagy lépést tesz a bajnoki cím megszerzése irányába. Így volt ez múlt hétvégén a Dunaújváros kapcsán is, azonban immáron hazai pályán. Az Újváros kiváló képességű játékosokat felvonultató csapata azonban kizárólag a mérkőzés kezdetén tudta tartani a tempót a már mérkőzések óta kiváló formában kézilabdázó Kolicsi gárdával, így az első fél idő már 16-11-es KKC vezetéssel ért véget. Egész héten videóztunk, de még attól is erősebb csapat érkezett, mint amire számítottunk. Ez a csapat kiesett az elsőségből, folytatott harcból, ami azt jelentette, hogy tét nélkül nyugodtan játszhattak. Egyedül a preszt is hajtotta őket, de úgy látszik, hogy ez ma kevés volt. Olyannyira kevés, hogy a második játék részben előfordult 10 gólos kalocsai vezetés is, azonban a hajrában a Dunaújváros egy számjegyűre tudta faragni a különbséget, így lett 30-22 a végeredmény magabiztos KKC sikerrel. Kolicsi János a bravúros kapus teljesítmény, valamint védekezés mellett a gyors lerohanásokat emelte ki. Szerzett labdáinkból a legjobbkor sikerült ezt a fiatal csapatot lerohanni. Ezek a fiúk dobják a legtöbb gólt ebbe a bajnokságba. Mindent az indításra, a középkezdés lerohanásra építenek. Visszaértünk rendre, de még egyszer mondom, a mérkőzés kritikus szakaszaiba mi kerültünk erőnléti fölénybe, és mi rohantuk le őket, és nem tudtak egyszerűen mit kezdeni velünk.
KKC vezetőedzője a siker kapcsán ezúttal már a bajnoki cím megnyeréséről is beszélt, hiszen immáron látótávolságon belül van a Kalocsa végső győzelme. Mára már kimerem azt is jelenteni, hogy van esélyünk arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. A délelőtti komlói mérkőzés okán még jobban fel vagyunk buzdulva. A baj a Komlón megverte a Komlót, így még egy pozíció előnyt szereztünk magunknak. Úgyhogy ha a következő két mérkőzést nyerjük, akkor csillogni fog az arany. Kérdése, miszerint a bajnoki cím megnyerése esetén magasabb osztályba lép a KKC, Kolcs János elmondta, hogy ezt egyelőre nem tervezik. Amennyiben tehát a Kalocsai Kézilabda Klub megnyeri soron következő idegenbeli mérkőzését Nagykanizsán, akkor az április 8-án szombaton este 6 órakor kezdődő Mecsek Nádasd elleni hazai találkozón akár meg is nyerheti a csapat a bajnoki aranyat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is ne felejtjék, kövessék nyomon Facebook oldalunkat és weblapunkat a www.kalocsatv.hu-t. Szép estét, jó pihenést és televíziózást kívánok Önöknek, viszontlátásra!